Magyar hangok. Forgács Péter. Tompos Kátya. Jakab Csaba, Nyakó Júlia. Csomor Csilla, Kovács Vanda, Szabó Andor. Karácsonyi Zoltán, Pap Katalin, Szabó Zsejke. Kelemen Kata, Kobela Kira, Rostás Ábel, Vámos Mónika, Reigler Renáta, Kertész Péter, Martin Márta. Mavi szerelme. Jó munkát, Hasibe. Köszönöm. Ágy nem üt mosok. Szólnál, kérlek, Fatmának, hogy hozza le nekem a piszkos ágyneműket Ali és Mavi szobájából? Persze. Szólok. Szerinted még mindig külön ágyban alszanak? Miért, Birgül? Semmi között hozzá. Tudom. Csak azért akartam tudni, hogy hány ágyneműt vigyek majd a szobájukba. Akkor vigyél sokat, Birgül. Vagy esetleg túl kevés az ágynemű? Vigyél néhányat, a maradékot elrakjuk a szekrényükbe. És mi újság Mávival? Remélem minden rendben. Birgül, minden rendben. Mit szeretnél tudni? Kérdezz csak meg nyugodtan. Semmit. Csak az előbb, ahogy hazajött, Mavi annyira fel volt dobva, igazán jó hangulata volt, és azon gondolkodtam, hogy vajon mi történt? Talán Ali vett neki egy lakást? Igen. Meglepte egy lakással. Ezért láthattad ennyire vidámnak. Most jó? Boldog vagy? Ha? Komolyan mondod? Igen. Várj, lakást mondtam az előbb. Ó, lakásokat akartam mondani. Egy teljes lakóépületet. Mármint az egészet? Vett egy egész épületet tele lakással? Ezt mondom. Az egész ingatlan tel is tele saját lakásokkal. Hát igen, ő már csak ilyen. Drága vejem, ez a legkevesebb, amit megtehet értünk. Hát, tényleg gratulálok. Megyek. Menj csak petykálni. Menj csak még ilyet. Asszonyom, asszonyom, rossz híreim vannak. Mi a gond? Mavi ujjai köré csavarta Alit. Ezt már rég tudom, van más valami? Az előbb kérdeztem Hasibét, hogy tud-e valamit arról, mégis miért volt Mavi ilyen boldog az előbb itt. És mit mondott? Ali vett egy házat Mavinak. Mi? Szerinted át akarnak költözni egy másik házba? Azt nem. Abban biztos lesz, hogy ezt nem fogom fizetni pedig nekik. Elköltöznek. Az egyik házban lakhatnak, a többit pedig kiadják másnak. Így aztán minden megoldva. Hogy érted, hogy a többit megkiadják? Ali vett egy lakóházat Mavi számára. Mavi asszony ma már ingatlan mágnás. Hasibe, vigyázz! Ne lögdös már! Azt hiszem, én vagyok most a legszomorúbb ember a világon. Szervusz, Szafie, gyere be! Mi újság? A nő, aki Szevda anyósa lett. Most már mindent megtesz azért, hogy az idegeimre menjen. Kicsoda, Mügyella? Igen, Mügyella! Vagy Szevdának van másik anyósa? Megtennéd, hogy nem kérdezel ostobaságot? Éppen Szevdánál voltam. Amikor az anyósa elhordott engem mindennek, végül kirúgott a házból. Mégis miért? Mert a lányom a cselédnek nézi.
Mondtam is, ne dolgoztassa így a lányomat, hát folyamatosan robotol. Persze a lányom is megéri a pénzét, hagyja magát kihasználni, de mindent ő csinál. Ja, és te nem mondtad ezt el neki? Nem, nem tudtam. Nem tudtam lemenni a szintjükre, Hászibe. De maga szót ért velük. Segítsen nekem, kérem, kérem! Nehéz eldönteni, hogy amit most mondtál, az vajon dicséret vagy lenézés számomra. Csak is dicséret. Hászibe. Maga az a személy, akit mindenkinek magával kellene vinnie a harcba. Egy bátor harcos. Egy katona. Egy parancsnok. Majdnem olyan szinte, mint egy ninja. Mondhatom, messze a legbátrabb ember, akit ismerek. Gyerünk, kérem, menjünk oda, és mentsük meg együtt a kislányom, kérem. Hát igen, tényleg ilyen vagyok. Legyen hát. Menjünk, gondoskodom róla, hogy az a nő mindenért megfizessen, amit veled tett. Ezt megígérem. Induljunk. Ez szuper, köszönöm. Gyere velem. Köszönöm. Ezek tényleg oda mennek. Van 20 lírám, akarsz fogadni? Most komolyan beszélsz. Legyen 10. Ne csináld már. És a heti házi munka? Kihagyom. Hiszek anyukába, megcsinálja. Jövök már, egy pillanat. Gyere ide! Mi az? Miért vagytok itt? Na hát, először üdvözölni kéne minket, nem lehetsz olyan modortalan, hogy még csak nem is köszönsz. Mi az? Hászibe segítségére hagyatkozol, hogy elbánj velem. Azt hiszed, hogy ő segíthet? Rám figyelj! Elhozott engem! Valami probléma van ezzel? He? Miért kell kínozni azt a kislányt, he? Tudod, én is sok éve vagyok anyós. De még soha nem jutott eszembe, hogy ezt ilyen gátlástalanul kihasználjam. Így van, nem igaz? Így van. Nem mindegy. Az én menyem. Vagy szeretem, vagy gyűlölöm. Az én dolgom. Tűnj el! Csak hiszed! Anya, mi történik? Hercegnőm? Most ne szólj bele, rendben, szívem. Sajnos nem beszélünk egy nyelvet az anyósoddal, ezért elhoztam Hászibe nénit, ő pedig majd fordít nekem. Folytassa, Hászibe. Te őrült nőszemély! Mégis mit képzelsz, hogy a lányjal így viselkedsz? A pokolba a te fiaddal! Te őrült nő! Nem szégyelled magad? Megpróbálja meggyőzni! Ki vagy te? Egy görecski lett a menyed! Ezt pedig értékelni fogod? Büszke leszel erre? Hát kinek képzeled magad? Mégis kinek? Hászibe néni, hagyja abba! Maradj ki ebből! Azt hiszed? Kihasználhatod Szafie kedvességét? Hát akkor ezt nagyon rosszul hitted. Ha még egyszer kínozni próbálod a lányát, azt nagyon megbánod. És ezt most nagyon komolyan mondom. Megértettél engem? Válaszolj! Megértetted? Megértetted? Megértettem. Megértettem. Jó. Szevda, lányom, mostantól, ha ez a nő bármikor akár csak célozgat is arra, hogy neked mit kéne csinálnod, rögtön szólj nekem, rendben? Anya. Értetted, drágám? Igen. Ha ez rendben van, akkor nincs is köztünk semmilyen probléma. Jól van. Jól van. Te csak... Ne jól van hozzál itt nekem, mert elkaplak a nyakadnál fogva, nesze! Én mondom, szedd hozzalak, ha úgy van! Tessék, ez a tied, ez is, meg ez is! Jól van, szerint, de már érti, Hászibe. Gyere, Szafie, menjünk! Hászibe! Gyere, segítek! Na, Ali, mégis merre voltál? Most írtam, hogy merre vagy. Nekem hoztad? Igen. Szeretem a narciszt. Tudom.
amikor írtál nekem, mindig ezt írtad. Ha virágot hozol, rózsa helyett nárciszt. Ezt írtam? Nem emlékszem. És ezt miért kapom? Ezt hogy érted? Miért kéne indok? Nem kell, de általában van oka. A nagynéném egyszer azt mondta, ha egy férfi ok nélkül hoz virágot, akkor valami rosszat tett. Néha nehéz megérteni a nőket. Ha nem veszünk, az bunkóság. Ha igen, akkor gond van. Mégis mit tegyek? Jó, jó. Köszönöm. Hanyadika van? Február 11-e. Jó van. Mavi, jegyezd meg a napot. Mert minden évben meg foglak lepni egy virággal. Miért ezen a napon? Nem tudom. Csak úgy. Jól van. Gyorsan vízbe rakom. Miért? Azért vettem ma. Mert ma jöttél rá, hogy te is szeretsz engem. De ezt te is tudod. Aztán utána erősen megragadtam a hajánál fogva, és úgy pörgettem, mint valamilyen kereket, csak úgy nyikorgott. Ó, jól tette, anyuka. Gondolj bele, ha téged vett volna el Iliász, akkor most ő lenne a te anyósod. Micsoda mázli, hogy ez nem történt meg. Sose mennék hozzá egy ilyen sofőrhöz. Haszibe, ráér egy kicsit? Persze, miben segíthetek? Lányok, menjetek arrébb, csináljatok egy kis helyet. Ülj le. Figyeljen! Végleges megoldást kell találnunk erre a szevda ügyre. Értelek. Mégis mire gondolsz? Szóval akkor... Gondolom, szeretne békében, kényelemben élni itt a házban. Hát hogy ne szeretnék, de Refika asszony ezt nem engedi. Hagyja ezt csak rám, Haszibe. Pontosan tudom, hogy mit kell tenni, hogy meggyőzzük őt. Higgye el! Ezért cserébe... Cserébe? Iliásznak el kell hagyni a szeddát. Mi? Mégis hogyan? Ne szólj be! Rendben. Megoldom. Hogy oldanád meg? Szevda őrülten szereti Iliászt. Szeresse csak! Tudod, ki miatt jöttek egyáltalán össze? Miattad. És tudod, ki miatt fognak szétmenni? Miattad. Pontosan. Emiatt nem kell aggódnod. Biztos vagyok benne, hogy pár napon belül úgy megutálják majd a másikat, hogy soha többet nem akarják látni egymást. Már azt is tudom, hogy ezt hogy csináljam. Viszont nekem is van egy feltételem. Figyelek. Amit csak szeretne, elintézem magának. Amíg én tönkreteszek, addig te segíts nekem felépíteni egy új családot. Azt akarom, hogy Pembe és Ismet újra együtt legyenek. Anya, hagyd abba! Ha valóban segítesz, akkor Ismet felhúzza azt a bizonyos gyűrűt újra Pembe ujjára. Ne aggódjon, Haszibe! Elintézem! Pacsit! Hé, ne tegyetek úgy, mintha itt se lennék! Hisz azt se tudom, hogy szeretnék-e újra együtt lenni vele. Hogy? Fejezd be anyafogást! Épp most kaptál lehetőséget, hogy görecski leesd te is, mégis mi más szeretnél még? Teljesen igazad van, Safiye, ne is törődj vele! Gyerünk, pacsi! Ez egy remek üzlet mindkettőnknek. Ha most elmegyünk és hitelesítjük, utána neki is kezdhetünk mindannyian. Most ugye viccel? Dehogy. Erről kell egy írásos dokumentum. Jól van, Haszibe. Akkor elmegyünk egy közjegyzőhöz, megkapja az írásos szerződést. Minden meg lesz, amit csak szeretne, ahogy megígértem. Ki lehet? Üdvözlöm, biztos úr! Kit
keresnek most? Bizonyára azért jöttek, hogy Hasibével vagy Fatmával beszéljenek. Gondolom szeretnék őket bevinni az őrse. Melyiket hívjam? Egyiket se. Birgül asszonyhoz jöttünk. Remélem nem nagy a baj, rendőr úr. Én vagyok Birgül. Kaptunk egy fülest Mamut Yilmaz gyilkosságával kapcsolatban. Valóban? Kiderült, hogy ön adta az információt, asszonyom. Be kell mennie a rendőrségre. Nekem? Itt valami félreértés van, biztos úr. Én nem tudok semmit. Ezt a rendőrségem majd elmondja. Szép napot. Viszlát. Én Hasibe Yilmaz. Ez én vagyok. Vállalom, hogy Ismet Görecski és a lányom Pembe kegyéért cserébe Safiye Görecski lányát. Én vagyok Safiye. Vagyis Sevda Teretet és férjét Ilyas Teretet, amint lehet, szétválasztom. Őszinte leszek, ilyen szerződést még soha nem láttam. Na hát, mindig van egy első alkalom. Legális ez egyáltalán? Számunkra ez természetes. Most tegye a dolgát és pecsételje le. Gyerünk! Rendben. Ez az öné. Ez meg az öné. Köszönöm. Jól van. Most, hogy a szerződésnek hála mindent hivatalossá tettünk, visszatérhetünk a munkához. Ugye, Safiye? Így van, Hasibe. Kezdjünk neki. Induljon Sevdához. Én pedig Ismethez. Hajrá! Rendben. Induljunk. Minden jót. Na hát, olyan, mint a legjobb barátnők lennénk. De tisztáznám, hogy ez csak átmenet. Nekem mondod, ezzel tisztában vagyok. Szuper. Menjen csak. Kérlek, menj nyugodtan. Ragaszkodom hozzá. Te egy idióta vagyok. Ez az egész az én hibám. Mégis mit mondjak a rendőrségnek? Ha azt mondom, hogy Cemal ölte meg Mamutot, Cemal tesz róla, hogy megbánjam, hogy nagyon-nagyon megbánjam. Te jó ég! Jaj. Birgül, kérlek, adj egy kis vizet. Adom. Az ég áldjon meg. Mi a gond? Miért reszkedsz ennyire? Bocsánat. Csak egy rokonomnak begyulladt a vakbele, és rögtön elvitték megműteni. Ezért izgulok. Nagyon zaklatottnak tűntél. Ne aggódj, manapság ez már rutin műtét. Add meg a számát. Megyek, gyorsan felhívom, és mielőbbi gyógyulást kívánok. Nem neki. Kell. A nagybátyám anyósának az unokahúga. Tehát távoli rokon. Akkor rendben van. Én meg azt hittem, valami súlyos betegsége van. Hát úgy reszkedtél, mintha haldokolna. Asszonyom, megengedné, hogy meglátogathassam? Persze, ez ne kérj engedélyt. Illetve add át neki, hogy üdvözlöm, rendben? Aztán tényleg szedd össze magad hamar. Ja. Köszönöm. Édes Istenem! Mi az, Fátma? Miről akartál velem beszélni? Térjünk rögtön a tárgyra. Add a kezed. Mostantól mindenki menjen a maga útján. Ezt hogy érted, Fátma? Szakítasz? Igen, szakítok, Fikri. De miért? Szívesen mondanám, hogy más emberek vagyunk, de mint kiderült, te még csak embernek sem számítasz. Tudok az üzletedről, Refika asszony. Milyen üzletről beszélsz, Fátma? Ne jázd a hülyét, Fikri. Hisz Refika asszony pénzt ajánlott azért, hogy engem feleségül vegyél. Vagy ha hazugság, akkor gyerünk, mondd a szemembe, hogy hazugság! Fatma, kérlek, hadd magyarázzam nem meg! Nem kell, nem érdekel, amit mondasz. Ő maga vallotta be. Tudja, hogy most szakítunk. Itt az ideje, hogy új lakás után néz. Jó, valóban volt valami hasonló, de én tényleg el akarlak venni. Hogy te milyen aljas vagy! Soha többé nem akarlak látni! Gyerünk, ismered az utat kifelé! Menj! Gyerünk, 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 gyerünk! Menj már! Menj!
Mi történt? Nem kellett Fikri örök szerelme? Miért volt ilyen feldúlt? Édesanyád össze akart hozni minket, de csúnyán elbukott. Mi közelhez anyámnak? Pénzt ajánlott neki, hogy vegyen feleségül. Tényleg? Igen, de megmondtam neki. Mégis kinek képzeli magát, hogy ilyet tesz? És? Azt mondta, csak egy nőtlen férfi van a háznál, és az emberek hamar elkezdenek erről sugdolózni a hátunk mögött, szóval nem helyén való, hogy én is szingli vagyok. Jamal, anyád tud rólunk? Ki? Az anyám? Biztos vagyok benne, hogy nem sejt semmit. Onnan is tudhatná. Pedig hátul is van szeme. Én mondom. Mondjuk nem olyan nehéz kiszúrni, hogy mennyire belém vagy esve. Nem is vagyok beléd esve. Ez már rég a múlté. Ha elfelejtetted volna, pont te mondtad nekem, hogy olyan, mintha édes testvérek lennénk. Tényleg? Ezt mondtam volna? Mert csak valahogy visszaszívhatnám ezt az ostoba kijelentést. Most már mindegy. Mindenki haladjon csak a külön útján tovább. Mostantól önálló nő vagyok. Akkor mire vársz? Gyerünk, csak menj. Rohanj ki a térre, és kiabált szerte. Ismerjék csak meg az önálló Fatmát. Megtehetném, ha akar, nem, Jamal? Nem vagy a férjem, hm? Ez van. Semmit sem... Semmit nem jelentesz már nekem. Istenem, hogy lehet valaki ennyire elbűvölően dühös? Amikor velem veszekszik, még az is jól áll neki. Egészen elgyengülök ettől a nőtől, hogy a fene egye meg. Finom lett a kávé, nagyon köszönöm. Merre jár most az anyósod? Vásárol. Azért hívtam most, hogy tudjunk szabadon beszélgetni. Nagyon helyes. És hogy vagytok Iliásszal? Jól, nincs semmi gond. Ha, most még nincs. De egy ilyen anyóssal mögötte sosem lehetsz boldog a férjeddel. Ezen sajnos lehetetlen segíteni. Igyekszem nem törődni vele túlságosan. Persze, nem érdekel egyszer, nem érdekel kétszer, de harmadjára már azt mondod, hogy ennyi elég. Drágám, hidd el nekem, az én szemeim már sok pár szenvedését végignézték. Mindegyikük összeházasodott. Végül mindannyian szakítottak szerelmükkel a szörnyű anyós miatt. Nagyon szeretem Iliászt, érte bármit elviselek. De vajon ő szereti így téged? Ezt hogy érti? Nem azt mondta, hogy nem szállna szembe a Görecski családdal, ha nem szeretne engem? De ezt mondtam, és mégis. Valahogyan gyanús nekem az egész házasságotok, szívem. Csináltátok már? Mit? Tudod mit? Hát amit szokás. Mégis mit? Hasziben én tessék érthetően fogalmazni. Amit a férj és a feleség csinál egymással. Jaj, drágám, hadd ne kelljen elmagyaráznom. Nem. Még nem. Na hát, ha a férjed tényleg annyira szeret, miért maradt távol tőled? Hm? Lehet azért vette el, mert előre kitervelte, hogy így áll kegyetlen bosszú tapádon. Ez nem igaz. Iliász szeret engem. Honnan tudod? Még a kezedet is alig fogja meg, lányom. Drága szívem, a semmiért hagyod el ezt a gyönyörű házat és a könnyű életed, most meg itt szenvedsz a nyomorúságtól. Ezen gondolkodj el. Gyere csak, siess! Jövök már, nyugalom! Állj oda, Pembe! Miért hoztál ide, Safie? Azt akarom, hogy kívánatosnak látszódj. Mi? Szóval, azt szeretném, ha mélyen a távolba merednél.
mintha a gondjaidon elmélkednél, és közben a messzeséget fürkésznéd. Ha egyet-egyet sóhajtanál, még akkor hihetőbb az egész. De miért csináljam ezt? Ez segíteni fog. Oda megyek Ismethez, és elmesélem neki, hogy miatta nézel ki ennyire szomorúan, bíz bennem. Meg fogok fagyni kint. Mi lenne, ha bent törnénk össze? Pembe, azt hittem görecski akarsz lenni. Jó, az arcodat egy igennek veszem. Kénytelen leszel kicsit elviselni a hideget. Most nézz kívánatosan. Több mélység. Fájdalom. Melankólia. Jó, most nézz rám. Ne röhögj már, csak nézz rám. Na, így. Sóhaj, most te. Jó lesz, folytasd. Jó, így. Igen, szuper. Ismet? Igen? Mégis mit tettél Pembével? Mégis mit tettem volna? Most nem csináltam semmit sem. Ragd le a telefont. Most figyelj rám. Az előbb láttam, hogy Pembe így állt a teraszon, és a távolba meretten szomorúan sóhajtozott. Kérdeztem, mi a baja? Először nem akarta elmondani. De aztán mégis rávettem. Mit mondott? Látom, aggódsz, Ismet. Mit mondott? Azt mondta, Ismetre gondolok. Tényleg? Így volt. De azt mondta, úgy viselkedsz vele, mint valami állattal. Ja, ne már! Én nem csinálok semmit. Ő sértődik meg. Te szerencsétlen, Ismet! Nem gondolod, hogy van annak oka, hogy amikor csak lehet, meg akar sértődni rád? Csak szeretné, ha felfigyelnél rá. Mert még mindig őrülten szerettél. Ugye most csak szivatsz engem? Gyere, nézd meg magad! Gyere velem akkor! Ezt nézd! Gyerünk! Nézz oda! Most már hiszel nekem? Ah, hát nem látod, mennyire el van veszve. És szerinted most rám gondol? Igen, biztosan rád gondol. Hiszen ő maga mondta nekem. Hányszor mondjam még el, hogy így van? Ez remek. Mit kéne most tennem? Ezt már neked kell tudnod. Jól van. Aj, már nem érzem az ujjaimat. Aj, ide fogok fagyni, ha nem történik valami. Aj, meddig kell még várnom? Aj, mindegy. Türelem, Pembe. Megéri, ha így görecski lehetsz majd. Oh, Pembe? Miért áldogálsz itt ebben a hidegben? Aggódva meredek a távolba. De miért? Nincs oka, csak kijöttem, mert nagyon unatkoztam. Ezt értem, de meg fogsz fázni. Még maradnék egy kicsit, hát ha valaki észrevesz. Mégis kire gondolsz? Gyere, menjünk inkább be, mert tényleg le fogsz betegedni. Aj, remélem, Ismet észrevett, különben tényleg hiába volt az egész szenvedés. Hogy mi? Semmi. Gyere. Ön jelentette nekünk, hogy Mammut urat meggyilkolták. Kérem, mondjon el mindent, amit tud. Nem tudok semmit, biztos úr. Akkor miért jelentette ok nélkül? Nem tettem feljelentést gyilkosság miatt. Úgy értem, Mammut egy idős ember volt, akinek problémái voltak az alkohollal. Higgyel! Én csak azt gondoltam, hogy részegen verekedésbe keveredhetett. Aztán valószínűleg elég erősen fejbevághatták, majd bedobhatták egy árokba. De ugye ez csak az én tippem, én nem tudok semmit biztosan. De nem kértem, hogy találgasson.
Miért húzza az időmet? De ne legyen rám dühös, biztos úr. Végül is segítettem önöknek. A boncolás után önök jöttek rá, hogy gyilkosság volt. Most ugye szórakozik velem? Ez egy kihallgatás. Szóval, ha kitér, vagy csak elhallgat előlem valamit, akkor hatalmas bajban van. De esküszöm, hogy nem láttam semmi többet, biztos úr. Ha többet tudnék, esküszöm, elmondanám önnek. Jól van, elmehet. Szép napot. Viszlát. Hoppá, az ott nem bürgül. Mit csinált ez a rendőrségen? Bürgül! Várj, bürgül! Vajon mit keresett itt? Jól van. Járjunk utána, mit csinált itt. Köszönöm, fiam. Jó napot, Múzá. Üdvözlöm, Jamal. Hogy van? Épp ilyenre jártam, gondoltam, egy csésze teára benézek. Milyen jó ötlet. Kérek is egy teát. Kazim, csinálj két teát. Éppen a rendőrőrs előtt voltam, és ahogy leparkoltam a kocsit, láttam kijönni Birgült. Ő nálunk dolgozik, már próbáltam szólni neki, de nem tudtam lépést tartani vele. Miért jött ide? Valami gond van vele? Talán segíthetek, ha valamilyen bajba került. Nem, nincsen bajban, de valami furcsa dologra készül, és kicsit össze vagyok zavarodva. Jelentette, hogy Mamut Yilmazt meggyilkolták. Tényleg? Szemtanú? Nem látott semmit, csak gyanús volt neki. Bár köze sem volt hozzá. Mégis segített nekünk. Ha ő nem szólt volna, akkor nincs boncolás, és nem jövünk rá a büntetre sem. Valóban. De jó, hogy segített. Nekünk egy szót sem szólt erről. De tényleg alattomos vagy, Birgül? És egyébként hogy van? Mi újság mostanában, Múzom? Minden rendben a családban? Meg vagyunk. Na, ennek örülök. Fázil, nem kéne megvárnunk Alit? Ali nemrég telefonált, és mondta, hogy késni fog. Még az építkezésem van. Akkor kezdjünk hozzá. Jó étvágyat. Birgül, adj vizet. Gratulálok, Mavi. Hallottam, hogy lett egy házad. Ali lett egy házad, az igen. Így kell ezt. Én mondom. Kaptál tőle egy házat? Okos lány vagy. Tudtam én. Milyen ház? Mire gondol? Mi nem tudjuk, inkább te mesélj róla. Ez egy nyaraló vagy télen használnád? Vagy egy egész lakóház? Mutattad volna, mielőtt megházasodtál volna, és akkor házasság nélkül is vettünk volna neked egy házat. Ezt hogy érti, Refika asszony? Nekem senkinek a háza nem kell. Én is dolgozom. Majd veszek saját pénzből. Egyáltalán honnan vettétek ezt? Ezt nem csak kitaláltuk. Itt az anyád, ő mesélte nekünk. Anya? Igaz ez? Sajnos nem igaz. A helyzet az... Szándékosan hazudtam Birgülnek, hogy lássam, kémkedik-e. Ő pedig pontosan azt tette, amit mindig is sejtettem. Rögtön rohant tovább terjeszteni mindent, amit csak mondok neki. De remélem, ilyen többet nem fordul elő. Refika asszony, csalódtam benned. Csak ezt akartam mondani. Az Istenért, Refika.
kémkedsz a menyed után. Ez nem helyes. Nem csináltam semmit. Virgül a hibás, mindent elmond, amit csak hall. Egyszerűen be nem áll a szája, már nem bírom tovább hallgatni. Ide figyelj, soha többet nem akarom aranni az üres fecsegésedet, megértetted? Szeretnék ebből kimaradni. Mi? Mi a baj, Birgülkém? Hm? A parancsnokod az első adandó alkalommal elárult téged? Mindegy, ilyesmi többet ne forduljon elő. Pembe, drágám, gyere, ülj le közénk, és egyél te is velünk. Rendben. Adj egy tálat, kérlek. Tessék. Tessék. Anya, ülj mellém, együnk akkor együtt. Hagyja csak, nem vagyok éhes, az előbb vacsoráztam. Meg hát elég sok dolgunk van, nem igaz, Birgül? De... Jó étvágyat kívánok! Mégis mit csinálsz? Nem kezdhetsz el már is enni. Nézd még egy kicsit bánatosan. Pembe? Meg se kóstolod? Most nem vagyok éhes. Márpedig, ha ételről van szó, enni kell. Ha harcról van szó, futni kell. Ez a szabály. Fázil. Ők még a harc elől sem futnak. Refika, hisz itt vannak. Bocsánat. Nem is értem. Mostanában rossz az étvágyam. Valahogy nem vagyok éhes. Mi a baj, Pembe? Hogy lehet, hogy nem akarsz enni semmit? Csak nem szerelmes vagy. Az vagyok. Bár csak te is az lennél, Ismet. Mi folyik itt? Mégis mi történik itt? Nem történik semmi. A húgom csak félre beszél. Pembe? 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 Mit művelsz? Egyáltalán mi között hozzá? Azt mondta, nem éhes. Minden joga megvan hozzá, akkor ne egyen. Tessék itt egy kis sütemény. Miért nem eszel még egy kicsit? Azibe, vidd ki a szemetet! Hogyan? Nem hallottam. Vidd ki a szemetet! Fátima, szerinted rosszul hallottam? Vagy tényleg azt kéri, hogy vigyem ki a szemetet? Nem én mondom. Refika asszony kérte. És most kérlek, vidd ki a szemetet. Én csak átadom, amit kér. Nem viszem. Elmondom, mi lesz. Utálom a kémeket. Hát még azokat a kémeket, hogy gyűlölöm, akik másokkal próbálják elvégeztetni a saját munkájukat. Te pedig különösen idegesítő vagy. Ne akard, hogy mérges legyek rád, mert te leszel a vacsorám. Tényleg sajnálom, Hasibe. Nekünk szegényeknek nem kéne összetartanunk. Ne légy már ilyen. Kegyelmezz, kérlek. Kegyelmezz. Ne sírj már. Jól van. Vidd ki a szemetet. Gyerünk! Indulj már! Menj! Jól van! Persze, végül is nem nagy ügy! Kiviszem a szemetet!
Felveszem a kabátomat, mert nagyon hideg van kint. Rendben. Anyuka, azt hiszem, most már tényleg fél magától. Nagyon is jól teszi. Megérdemli. Egészségetekre. Köszönjük, apuka. Fazil, kész esetleg egy kávét? Jól van, Refika. Ígyunk kávét. Ígyuk meg közösen. Remek. Már nagyon jó lesne egy erős fekete. Gyerünk, talpra, talpra. Ó, nézd, mennyire gyengéd vele. Jamal, miért nem az apádra ütöttél, amikor úriembernek kell lenni? Szefie, én már csak ilyen vagyok. Törődj bele. Ennyi az egész. Ilyen vagyok. Asszonyom, kivinném a szemetet, ha nem gond. Ez nem Hasibe feladata? Csak annyira elfoglaltak voltak. Meg tudom csinálni, nem nagy ügy. Jól van, menj. Gyerünk. Szefie, azt hiszem, egy kicsit sokat ettem. Friss levegőre van szükségem. Furcsán érzem magam. Rendben, Jamal. İsmet. Hát te mit műveltél Pembével? Már enni sem akar nélküled? Ha így folytatja, akár meg is betegedhet. Nem hiszem, hogy bármi köze lenne hozzám. Lehet, hogy ez valami új diéta. Mégis milyen diéta? Már így is csupa csont és bőr. A szíve fáj neki. Hidd nekem. Tényleg? Mert bánatos? Nem kérdeztem. De ez biztos. Így áll, mert megfulladsz. Azt hittem, éhen halok. A Szafia nem adott nekem enni. Kedvesem, hamarosan te is családtag lehetsz. A lényeg, hogy İsmet beléd szeressen. Utána annyit ehetsz, amennyit csak akarsz. Anya! Igen, drága kisfiam. Gyönyörű, drága édesfiam. Mondd nekem. Azt mondtad, hó embert építünk. Megígérted. Tényleg úgy volt, drágám, de most túl elfoglalt vagyok. Majd holnap megcsináljuk. Miért holnap? Hát jó, megcsináljuk a világ legnagyobb hóemberét. Jó lesz, drága unokám, szuper lesz. Fatma, takarítsunk fel gyorsan, aztán lemehetünk, és valóra váltjuk a kívánságát. Te vagy a világ legjobb nagymamája. Há, mondd, hogy a legmenőbb, és nem a legjobb. Ugye? A legmenőbb jobban hangzik, mint a legjobb. Honnan tudjam? Magyar hangok. Forgács Péter, Tompos Kátya, Jakab Csaba, Nyakó Júlia, Martin Márta, Csomor Csilla, Kovács Vanda, Kertész Péter, Pap Katalin, Karácsonyi Zoltán, Szabó Andor, Kelemen Kata, Szabó Zsejke, Kobela Kira, Vámos Mónika, Reigler Renáta, Rostás Ábel. Magyar szöveg Szatmári Bence. Szerkesztő Németi Bicó Katalin. Hangmérnök és vágó Nikodém Norbert. Gyártásvezető Kovács Marian. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront az MTVA megbízásából a Pannonia Szinkron Kft. Készítette. Bırakma, terk etme beni. Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere. Götür beni gittiğin yere. Atma beni ölümlere,
Atma beni zulümlere, götür beni gittiğin